Nos, üdvözlök mindenkit. Ezek a háttérben ez a arena, senkit, csak azért tettem be, hogy mit pofázok legyen, mit néznetek. Amúgy ezen kívül semmi az ég adta irgalommal értelme nincs. Amiről szeretnék beszélni, ez ugye a meltdown hiba, illetve a spectre hiba, mi nyilvánvalóan már mindenki értesült róla. Végre valamiért nem tudom miért a tech oldalak ezt úgy felfújtak, hogy ennek már tulajdonképpen nagyobb a füstje, mint a lángja. Ezt mindjárt elmondom, hogy miért is. Ugye a meltdown az lényegében csak Intel processzorokon elérhető, de amúgy teljesen mindegy. Ennek az a lényege, hogy képesek a hackerek elérni a memóriában mindenféle információkat, köztük természetesen akkor fontos információkat is, tehát bármit, ami elérhető a memóriából. A másiknak a lényege ugye az, hogy a processzornak van egy funkciója. Nem néztem annyira utána, nem tudom, hogy milyen ravaka kell lenni a neve, teljesen mindegy, de annak a funkciónak az a lényege, hogy a mi szokásainkból megpróbálja kitalálni azt, hogy milyen adatokra is lesz szükség. Így ő valójában ezeket az adatokat előre kiszámolja, és ez tulajdonképpen ez a rész, ez nincs levédve. Így tehát nyilvánvalóan hozzáférhető. De már most ugye rögtön azzal kezdtem, hogy ennek számunkra, mármint átlagos felhasználó számára, remélem, hogy többségében, illetve pontosan a feliratkozók százaléka átlagos felhasználó, tehát átlagos felhasználó számára ennek marhára nincs semmi jelentősége. Józan paraszti ésszel elmagyarázva, azt, hogy legyen egy ember, aki egy hacker, aki valójában rendelkezik olyan tudással, mint programozás, mint pedig hardware tére, aki ezt ki tudja használni, az hogy mondjam, nagyon ritka. Tehát ez nem úgy működik, hogy most írok egy szaros scriptet, amit beteszek, mit tudom én, egy pornó oldalnak a hátterébe, vagy egy pornóképnek a hátterébe, vagy egy akármilyen reklamnak a hátterébe, akármilyen mögé, és ez a script annyit fog csinálni, hogy olvassa, hogy én mit írok le a billentyűzeten, aztán elküldi a gazdinak. Semmi ilyesmiről nincs szó, oda egy nagyon magas fokú programozási, illetve hardware tudás szükséges. És ez most mit is jelent? Egy ilyen hacker, aki ezt tényleg tudja, egy átlag felhasználónak a fizujóért, a fizetéséért, talán még a billentyűzetet se fogja megfogni. Szóval ő neki, az átlag felhasználó annyira kis hal, hogy nincs miért egyáltalán hozzá kezdenie. Aki ebből a szempontból veszélybe van, azok tulajdonképpen vállalatok, cégek, akiknél nagyobb pénzforgás van. Ugyanis ott képes lecsípni, még hozzá akar észrevétlenül is, pénzt. Tehát a forgás alatt, amíg a pénzforgás tart, ott utalás ide-oda, ám-oda, bármilyen szinten, ugye ott addig hozzá tud férni, és gyakorlatilag kisebb összeget akar észrevétlenül is le tud csípni. Nyilvánvalóan nem fogja nagyba csinálni ott se, mert akkor ez már észrevehető, az már neki nem haszna. Tehát biztos, hogy átlag felhasználónak a fos füzetése, mondjuk így, nem fogja őt lázba hozni, főleg úgy, hogy nagyobb pénzmozgások sincsenek, ahol ő el tudna egy kar tűnni. Egyszerűen nincs értelme ő neki ezért dolgoznia. Mint mondtam, itt akik még szorulhat a hurok, az tényleg a vállalatok, cégek, ahol nagyon mozgás történhet. Másik dolog, hogy ezt már patchelték, tehát ebből a részből ez már szoftveresen ez a hiba be van tömve, így nincs is miért tulajdonképpen aggódni. Ezért nem nagyon értem azt, hogy miért volt ez ennyire felfújva, mint ahogy ezt a, hát mondjuk úgy szakirodalom felfújta, hogy volt olyan fórum baszki, ahol tulajdonképpen ilyen napi szintű helyzetjelentés volt. Jó, hogy nem perc,
Na, most ebben a percben nem történt semmi. Na gyerekek, fú, ebben a percben a Microsoft patchelte a hibót. Fú, ebben a percben nem történt semmi. Most megint a következő percben, fú, Macintos hiba patch, stb. Ez teljesen nonsense. Sőt, fórumokon át is olvasok, hogy ez véget akar hardware cserélni. Ennek sincs sok értelme. Mert akkor tulajdonképpen cserélheted a okos tévédet, cserélheted a telefonodat, cserélheted a számítógépedet, és teljesen mindegy, hogy miért, mert ebben a percben, amikor én ezt a videót csinálom, nincs a piacon olyan processzor, ami ez ellen le lenne védve. Tehát alapból egy mínuszos több száz vagy több 1000 eurós kiadással indulsz, legyen forint vagy akármi, a te megfelelő valutad, de alapból egy nagyobb kiadással indulsz, és fölöslegesen, mert ez úgy sincs hardverileg levédve. Azzal sem is semmire, hogy például a Meltdown csak Intel-en van, és AMD-n nincs, mert a Spectre ugyanúgy ott van AMD-n is. Még AMR-en is, még Barnyoson is, mert ezt mindegyik processzor, ezt mindegy gyártó ezt a technológiát használta. Úgyhogy, de mint mondtam, ez Atlak felhasználóra, ez ha soha büdös életben nem tudta volna róla, akkor se történt volna semmi, mert ez terat kihatása úgy sincs. Ugye ennek a történetnek van egy második fele is, az, hogy ugye kiadtak a patchet, oké, és ez tulajdonképpen lelassította, mit tudom én, vegyük egy 10%-kal a processzorokat. Nyilvánvalóan erősebb processzornál lesz. Nem annyira érezhető. Gyengébbnél annál inkább. Ez megint egy Atla felhasználónál, hogy fog működni. Counter Strike-ot te nem 200 FPS-sel fogod nyomatni, hanem 180-nal. Megint csak. Most ez az a par FPS mégis mi nagy problémát okozott? Semmit. Tehát ez megint egy olyan dolog, hogy ezt a patchet megint csak meg se éreznéd. Ha nem tudna róla, lehet pont észre se vetted volna, csak hú, kicsit lassabb lett a játék. Mert most videorendelésnél esetleg még észre lehetne venni, de ott meg szerintem senki nem figyelje, hogy mit tudom én, nem 15 perc alatt rendeli le az időt, hanem 18. Kutya ott meg érdekli. Persze ennek is megint a szerverek szívják meg a légét. Miért? Mert ugye a szerverek úgy működnek, hogy egy fizikai gép, vegyük azt, 10 kliensre ki van osztva. Ez virtuálisan szépen fel van osztva, darabolva, és az egy darab fizikai gép kitesz mondjuk, csak hasonlóra ütök, 10 virtuális gépet. Oké. Okay. Kijött a patch, most a patchnek a jó volt abból. Patchnek a jó volt abból, ugye ez megint azt fogja okozni, hogy például most már csak nem 10 gép fog futni, hanem 9. Vagy 8. Ez ugye megint az véget probléma, mert azt a két vagy egy embert, aki kiszorult erről a szerverről, ő most már megint csak egy másik szerverre kell, hogy ott érjen, tehát új szervert kell nyitni, de ez megint csak te, mint Atla felhasználó, nem fogod érezni, mert ők erre reagáltak, ott tettek egy másik szerverre, megy tovább. Aminél probléma lehet, ami tökörrúgás megint csak a játékosoknak, a játék szerver. Mert az eddigi, mit tudom én, 16-os játék szerver, most már csak 14. Pont ez véget. Úgyhogy ezt megint csak mi, mint Atlak felhasználók, nem tudjuk megoldani. Ezt majd a játék üzemeltetője valahogy kompenzálja. Neked ebből a egészből esetleg annyi esik le, hogy például van egy játék, amit úgy futtatsz, hogy már éppen a minimumon, minimális gépigényt vagy képes csak elérni. Tehát mit tudom én, pont olyan a gépet, hogy azt a játékot 30 FPS-sel le tudja futtatni, tehát még élvezhető, de nem túl jó. Ilyenkor megeshet az, hogy a patchnek a következtében
Te ugye még már azt a 30 FPS-e fogod elérni, csak például 20-at. Ilyenkor mi a teendő? Megfogod, bemész a játékba, beállítasz helybe, és megpróbálsz kihozni valaminek a kikapcsolásával még egy olyan kompromisszumot, hogy fusson is a játék, meg is legyen annyi FPS, hogy még élvezd. És ennyi játszol tulajdonképpen. Másik lehetőség, bár ezt nem minden alaplap támogassa, illetve hogyha olyan gépet vettél, ami mit tudom én, beöntél a üzletbe és vettél egy Lenovo-t, vagy vettél egy HP-t, akkor biztos, hogy ki van lőve. Kivéve persze, hogyha gamer gépről van szó, akkor valószínűleg támogatott, hogy felhúzod a processzort. Ilyenkor természetesen a gyárhűtést kidobod, veszel egy épkézlap hűtést, erről már egyszer beszéltem, hogy a gyári hűtés még játékra se jó, úgyhogy felhúzósokra, ilyen overclockokra biztosod nem. Szépen megveszed a új hűtést, ha nem vagy arra fékelszűve, hogy mégis hunkör ezt a 10-15%-ot vagy egyik processzornál 20-at felhúzni. Szólsz a haverodnak, aki ortasít a számítás technikában, hogy eljön, felhúzza, beteszi az új hűtést, és megvan oldva, mert pont kiküszöböli azt a pár százalékos lassulást, amit neked a patch okozott. Ennyi. Persze, az a rosszabb helyzet, amikor ez nem lehetséges, akkor processzor csere esetleg, vagy ami megint csak hogy olcsó megoldás, felteszel szépen egy Windows 7-et, letiltod a frissítéseket, ugyanis Windows 10-en is le lehet, csak saját magától újraindítsa, illetve Windows 10-en ki lehet törölni ezeket a patcheket is, csak idővel azt is újrahúzza, szóval semmi rám néz vele, szépen megfogod, visszarakod a 7-est, letiltod a frissítéseket, és voilà. Ez a probléma meg is van oldva, játszhatsz nyugodtan, gond nélkül. Előbb mondtam, elmagyaráztam, hogy te, mint Outlook felhasználó, úgyse leszel célpont, mert nincs az a hacker, aki egyszerűen szórakozna azzal, hogy egy Outlook felhasználót feltörjön, főleg úgy, hogy ez, mondtam, ez nem annyiból áll, hogy írok egy scriptet vagy valami. Úgyhogy ez számomra érthetlen, hogy miért van ez egyáltalán ennyire felhúzva, mert ez csak a vállalatok, illetve a szervertulajok, akik így jobban megszívják. Te, mint Outlook felhasználó, ez soha büdös életben nem tudta volna róla, akkor se történt volna semmi. És mint mondtam, kiküszöbölhető a hiba. Erről csak ennyit akartam, nem akarok ebbe bényérben belemenni, mert mondom, nem látom ennek értelmét, szóval köszönöm a figyelmet, szép napot mindenkinek!